Az Olimpia árnyékában rendezik meg a hétvégén Székesfehérváron a 121. országos felnőtt atlétikai bajnokságot. Mivel a sportág 5-dikás bemutatkozásaig még 2 hét van hátra, a 21 főt számláló magyar csapatból jó néhányan rajthoz állnak majd az év legrangosabb hazai versenyén. Nyíregyházáról 17 atléta utazik az OB-ra. Egy eléggé hosszú versenyidőszak végén vagyunk már, hiszen a fedett pályás idényeket is beleszámítva, illetve a fedett pályás versenyeket is beleszámítva, 14-15 országos bajnokságon vettek részt a tanítványaink, és szép eredményeket értek el, több mint 40 dobogós helyezést szereztünk összesen, és ez tulajdonképpen a csúcsa a magyar versenysorozatnak, hiszen a felnőtt magyar bajnokság az mindig a legnagyobbak közé tartozik. Bízom benne, hogy legalább 2 aranyérmet itt is tudunk begyűjteni, és számos dobogós helyre is számítok. Az egyik aranyérem a nyáron 226 cm-es egyéni csúcsot ugró Bakosi Pétertől várható. A legnagyobb esélyes ugye Bakosi Peti, ha csak valami nagyon nagy hibát nem követel, akkor neki hivatalból meg kellene nyerni a bajnokságot magasugrásban. A másik utazó az Pál Robin, ő folyamatosan az utóbbi években mindig dobogós helyezést ért el a bajnokságon, volt, amikor magyar bajnok is volt. Most elég erős a hármasugró mezőny, így azt gondolom, hogyha dobogóra kerül, és az egyén legjobbját megjavítja, akkor ő már nagyon jól szerepel. 2 fiatal is bekerült a csapatba, Leveleki Bence távugrásba, és Buzga Zoltán hármasugrásba. Az ő feladatuk az, hogy jobb esetben teljesítsék a selejtező szintet, és így bekerüljenek a következő napi 8-as döntőbe. A dobószakágat 60 képviselik majd, közülük többen is esélyesek az éremszerzésre. A férfi diszkoszvetésben ugye Szikszai Robert, a női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, és a férfi súlylökésben Kerekes László. Tehát tőlük várok érmes helyezéseket, a többiektől pedig azt, hogy egyéni csúcsot, vagy megközelítőleg egyéni csúcsot érjenek el a versenyen. Vas László elmondta, hogy a női 4x400-as váltótól várható még aranyérem az országos bajnokságon.